Puskás mindig is kedvét lelte abban, hogy ugratta a társait. Ám egyszer egy tréningen a kapusnak volt mersze kifejelni a nagy 10-es 11-esét. Képzelhetik, hát mekkora volt a balhé. Ez a kapus pedig nem volt más, mint Fazekas Árpád, aki az aranycsapat idején 5-ször védte a magyar válogatott kapuját, és aztán a Bayern Münchennél vált legendává. Az 57-ben kupagyőztes csapat tagjaként őt is ünneplik márciusban a bajorok Hamburg elleni bajnokián. Az évforduló apropóján kerestük fel az egykori kapust, és az immár a Puskás Intézet gyűjteményébe tartozó régi cikkek, képek, felvételek között jártuk be pályáját. A labdarúgás történetének emlékezetes jubileumához érkeztünk 1955. október 16-án. A Népstadionban ezen a napon találkozott egymással századszor a magyar és osztrák válogatott. Mit tud ez a hanapi szépen viszi fölfelé a labdát? Tovább figurítja Picklerhez, Pickler, azonban Fazekas kiöklözi a labdát, és Bozsik halálos nyugalommal adja vissza a kapusnak. A legendás aranycsapat a pályán, Puskás, Cibor, Kocsis, és a kapuban valaki, aki ez idő tájt a vörös lobogó hálóját őrizte. A csapatét, amely 55-ben a Beckben legyőzte a belga Anderlechtet, azt az együttest, amelynek később a játékosa lett, és amelynek kapujában 62-ben ugyancsak a Beckben korábbi válogatott játékostársával, az akkor már a Reálban szereplő Puskással nézett szembe. Ám előtte még történelmet írt a Bayernben, de kezdjük a legeslegelején. Gyerekkoromban akkor egy pár cipőnk volt, ugye abban nem lehetett, mert akkor otthon kikaptunk, hogy lerúgtuk a cipőórát, tehát mezitláb játszottunk. Fásli, befáslíztad a lábadat, vagy valahogy valami tezett, és vonattöltés aljában két kapufa, az két tégla volt, ugye, és aztán játszottunk. A gyerek tudott futballozni, vagy nem tudott futballozni, akinek labdája volt, annak muszáj volt játszani. Apja katonatiszt volt, Árpi pedig katonai iskolába járt. 14 évesen besorozták, Brünnben hadifogságba esett, csupán hónapok múlva engedték haza. Nagymamájához került Szombathelyre, ahol az egyik futballcsapat edzője épp kapust keresett. Fogta a labdát, és azt mondja, na, tudod, ahova ugrálnak a távolugrók, a homokba. Oda dobált a labdát, nekem abban a homokba kellett vetődnem, hogy ne kelljen. És akkor mondta, na jó, azt mondja, vasárnap te játszol csapatban, mint kapus. És akkor vasárnap játszottunk, és nagyon jól védtem, úgyhogy még az újság is megírta, hogy a mérkőzés kedves meglepetése volt Fazekasnak nagyszerű védése. Így indult hát labdarúgó karrierje, majd egy kis pécsi kitérővel 53-ban a Dózsába került a nagykapus Heni Géza mellé. Kitaláltunk mi egy olyan dolgot, amit én nem is tudják, hogy mi az. Az keresztlépés. El tudsz képzelni valamit ebből? Na, akkor elmagyarázom, mi az. Ugye így jár, hogy a kapus, jön a labda, dobod magad. Most, hogyha csinálsz egy ilyen keresztlépést, és ezzel lábbal dobansz, mennyivel, fél méterrel hosszabb vagy? A Dózsa után 55-ben a belügyi Bástya csapatából a textil szakszervezet csapatává lett vörös lobogó következett. És vele jött aztán a rengeteg győzelem és a válogatottság is. Újabb szovjet támadás, ott van a bal szélső Illyénél a labda, lövés azonban, Fazekas védeni tud. Válogatottan mentünk tréningre, jön a Sebes Guszti bácsi, azt mondja, na, futás körbe. Ez az öcsi, ezt mondja, mester azt mondja, hagyja az. Pupos fut, ez nem tud játszani, mi megyünk kapura rúgni. Árpi az aranycsapat idején 5 alkalommal védte a Puskás irányította magyar válogatott kapuját, mind az 5-ször 55-ben. A legemlékezetesebb számára a Csehszlovákiával való összecsapás. Azon a mérkőzésen védtem a legjobban, úgyhogy én voltam a kimagasló, a Szebesi közvetítette, és akkor azt mondta, hogy Fazekas befutott a nagy magyar kapusok sorába, még így mondta a mérkőzés alatt, hogy ezzel mert tényleg nagyon jól védtem. Azért is kaptam meg a zászlót a végén. Ám sötét idők jártak akkor, s mivel kitudódott, hogy egy órás ismerősek kérésére a Svájc elleni mérkőzésről alkatrészeket hozott haza, Árpit kellemetlen meglepetés érte. Megyek ki tréningre, olaszok ellen készültünk, az lesz a 6. mérkőzésem, Kistex pályára délelőtt már mentünk ki. És egyszer csak jön a gazdasági rendőrség, Fazekas úr, elvisznek, képzeld a tényéről. A feleségemhez oda ment egy öreg asszony, ott a szomszédba, és volt neki 10 dollárja, hogy vegye meg a feleségem, mert nem tud fát venni, mert tél volt, november vagy nem éreztem. És ebben a feleségemben fogta magát, és így beletette a 10 dollárt, így a fiókba. Mikor ezek kijöttek,
ezek ugye házkutatás volt, és megtalálták a 10 dollárt. És abban az időben a legnagyobb bűn az volt, hogyha dollárod volt. Kezdetben semmiért eltiltottak egy évre. Fazekasnak se kellett több, a Bécsbe utazó Vörös Lobogó csapatával együtt szállt fel a vonatra, és az egyik hálókocsiban az ágy alatt húzta meg magát. De később az MLS hívására hazatért, a játékjogát is visszakapta, ám az első tréningen eltört a lába. A forradalom leverése után egy disszidáló csoporthoz verődve, sérülten, antilopcipőben, árkombokron áthagyta el az országot. 57-ben aztán rátalált a Bayern. Akkor az első mérkőzésben bemutatkoztam, egy az olasz csapat ellen játszottunk, és nem tudtak gólt, tudom. És akkor az volt az nagy újságcikka, hogy Fazekas pillanatok alatt meghódította a közönséget. A Bayern München a nemrég a minden idők 5 legjobb hálóőre közé választott Fazekassal a kapujában, 57-ben 1-0-ra megverte a Düsseldorfot, ezzel megnyerte a német kupát. December 29-e volt, ugye hó volt a pálya, de ilyen vastag hó volt, nehéz volt a talaj, ugye, és hát egy nagy védésem volt, meg egyedül kijött az egyik csatár, és a 16-oson belül levettem a lábáról a labdát. Különben 11-esből rúgtuk a gólt, úgyhogy szerencsénk volt, és meg jobban játszottunk. Kapusunk 62-ben, aztán már az Anderlechtben védett, együttesével a bajnok csapatok Európa kupájában a negyed döntőig meneteltek. Mi több, legyőzték a Real Madridot, és még Puskás sem tudott betalálni Fazekas kapujába. A Bayern magyar legendája szerint, akiről anekdoták mesélnek, hogyan úszott a levegőben, a titok csupán annyi... Fogom a labdát. Látod, fogom a labdát.